No, hát Rózsár Gábor vagyok, és csoportmunka szabad szoftverekkel a téma. Egész konkrétan egy csoportmunkarendszerről lesz szó, amit én most már nagyon-nagyon régóta használok, a 10 éve az már biztos, azt mondhatom róla. És hát ennek először is a bemutatása, hogy hogy kell ezt kb. Elképzelni, aztán egy kis telepítési ötletek, utána az ilyen hibák, szívások, hogy olvasható volt a programban, és egy-két gondolat arról, illetve hát adok rengeteg hasznos segédanyagot, aminek jelentős részét magam csináltam, jelentős részét meg nem. No, hát először is fölmerült a kérdés, minek nekünk csoportmunka? Szükség van egy webes kliensre, akkor ez rögtön megoldódik. A webes mail klienst ezzel letudtuk, de tudunk rögtön egy csomó minden mást is adni ezzel az ügyfélnek. Tudunk egy naptárt, amiben eseményeket, értekezleteket, szabadságot tudnak nyilvántartani. Tudunk egy tudástárat, ahol az ilyen mindenféle valaki által már kinyomozott, kiderített, megoldott problémát fölteheti, és akkor a többiek ott megtalálják. Tudunk egy hírfolyamot fölrakni, ahol az aktuális hírek pörögnek a belépők számára. Tud lenni egy központi címjegyzék, van egy ilyen infolog funkció. Az infologot úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen határidő naplót, de az benne a csodálatos, hogy ezt sok forrásból meg lehet tenni, hogy oda bekerül adat. Például bejön egy e-mail, rákattintunk, hogy tedd be az infologba, és akkor az e-mail bekerül az infologba. És ha netalántán szükség van rá fél év múlva, akkor nem kell kotorászni a mailek között, amit esetleg már rég le is töröltünk, az infologba meg fogjuk ezt találni. Hát hol üzemeltetek én ilyet? Több helyen is üzemeltetek. Van egy ilyen könyveliroda, van egy ilyen mérnökökből álló, műszaki emberekből álló csapat, van iskola 86 fővel, van iskola 80 fővel, meg hamarosan most van egy új ügyfél, akik ilyen, hát ilyen kereskedőszerű emberek. Most van, ahol csak e-mail kliensként használják, például az egyik iskolában szinte csak úgy használják, ellenben a másik iskolában viszont szinte minden funkcióját használják. Ez leginkább az ügyfél maga dönti el, hogy szeretné-e megtanulni, szeretné-e használni, ki mire használja. Az már nem a mi felelősségünk, hogy mennyit használnak ki belőle. Miről is van szó? Hát ez az e-groupware csoportmunka, amiről én mesélni szeretnék. Ez a Stilite AG-nak a terméke, egy PHP alapú történet, amiből jelenleg most 2 különböző verzió érhető el. Van az 1.8-as sorozat, ez egy ilyen régi kinézetű, régebbi dizájnnal rendelkező változat, meg van az új, a 14-es sorozat, abból most a 14.3-as az aktuális. Na most ebből van egy közösségi változat, ami használható ingyenesen, jogtisztán, és van egy kereskedelmi változata ennek, amihez lehet vásárolni fizetős supportot, illetve a 14-es sorozat esetén egy kicsikével többet tud, mint a közösségi változat. Itt majd lesz egy kis névbeli zavar, mert EPL-ként emlegetik ezt, de igazándiból a 14-es sorozatban majd meglátjuk, hogy a csomagtároló is EPL, onnan ezt le kell tölteni, onnan lehet a közösségit is letölteni. Illetve van egy felhő változat, amikor nem nálunk van a csoportmunka, hanem náluk van, és gyakorlatilag az ő szerverükön üzemeltetjük. Hát ugye értelemszerűen ez utóbbival itt nem foglalkozunk, és a kereskedelmivel szintén nem foglalkozunk, csak a közösségi változattal. Hát igazándiból mi a közösség és a kereskedelmi között a nagy különbség? Hát a legelső a support. Tehát ugye közösségi változat esetében gyakorlatilag nincsen supportunk, amit a neten találunk, azzal kell megoldani a problémát. Ha azzal nem sikerül, akkor egy pár éjszaka szívással. Ez a legnagyobb különbség. A másik, a 14-es sorozatban megszűnt, hogy saját csoportokat hozhatnánk létre. Az 1.8-asban tetszőleges csoportokat hozhattunk létre, mit tudom én, könyvelés, igazgatóság, bármi, és akkor adott eseményekhez nem csak felhasználókat tudtunk könnyedén hozzárendelni, hanem azt mondtam, hogy mit tudom én, küld a meghívót ennek a csoportnak. És akkor a csoport összes tagja megkapta a meghívót. Na most a 14-es sorozatban ez megszűnt a közösségi változatban, csak a kereskedelmében lehet saját csoportokat létrehozni. Azonban van egy kis kapu, hogy aki az 1.6-os vagy az 1.8-ast használta, és 2014. október előtt küldött használati adatokat, mikor belépünk adminként, akkor lehet küldeni ilyen használati adatot, az le tud tölteni egy olyan kiegészítőt, amivel a 14-esben is tud csoportokat létrehozni. Egyéb esetben
meg kell elégedjünk a gyárilag létrehozott csoportokkal. Ez tényleg akkor problémás, inkább, hogyha gyakran van olyan esemény, vagy olyan helyzet, amikor nem egy pár embert akarunk meghívni, hanem konkrét csoportokat. Mondjuk, ahol 10 dolgoznak, ott ez nem akkora gáz, ahol mondjuk egy ilyen 86 fős csoport, intézmény van, és mondjuk van 4-5 nagyobb csoport, ott azért ez hátrány tud lenni. És hát van az aktív szink, amivel ugye ilyen mobil eszközökkel tudjuk szinkronizálni, a naptártól kezdve a levelezésen át mindent, ilyen push-to e-mail és egyebekkel, ez csak a kereskedelmi változatban van, a közösségiben nincsen. No hát kezdjük először az 1.8-assal, két oka van ennek. Az egyik, hogy ezt már nagyon-nagyon régóta használom, az egyes sorozatot. A másik, hogy ez még mindig elérhető és működik, és igazándiból látni fogjuk, hogy a látványi elemeket leszámítva, hogy a nagy különbség nincsen a 14-es meg az 1.8-as között, sőt, hogyha belemegyünk az egyes alkalmazásokba, akkor ott szinte semmilyen nincsen. Majd látható, hogy inkább így a főképernyő meg a főoldalban van jelentős eltérés, és olyan nagy különbség nincsen a kettő között azért. No, hát így néz ki gyakorlatilag élőben egy ilyen csoportmunkarendszernek az egyik képernyője. Itt látható ott fönt a címjegyzék, naptár, infolog, egyebek, tehát hogy milyen funkciók vannak, és éppen most a levelezés funkcióban vagyunk benne, tehát itt a leveleknél van megnyitva. Hát nézzük, ugye az infologról meséltem. A könyvjelzők ezt ritkán használják, de elméletileg meg lehet tenni azt is, hogy valaki ilyen hasznos könyvjelzőket ment, akkor nem a böngésző könyvjelző eszköztárából ment el, hanem ide, és akkor ugye ez nem csak saját magának lehet érdekes, meg lehet osztani másokkal, attól függ, hogy írás-olvasás joggal, tehát lehet ilyen közös könyvjelzőeszköztárat csinálni. Igazániból minden funkcióban mindent meg lehet osztani megfelelő jogosultságokkal. Tehát egy naptáramhoz is adhatok másoknak hozzáférést, és megtehetem azt, hogy az én naptáramban mondjuk a Julcsika az egy olvasás joggal tud benézni, és akkor csak látja, hogy mi van az én naptáramban, de meg tudom tenni, hogy ő neki mondjuk írás joga van abban a naptárban, vagy nehogy Isten törlési jog, és akkor teljes joggal rendelkezik az én naptáram felett. Mind a mellett, hogy egyébként eseményekhez tudok közös eseményeket is csinálni, tehát anélkül, hogy mondjuk nekem bárkinek is jogot kéne adnom a naptáromhoz, ha berakok a naptáromba egy megbeszélést, és arra meghívok embereket, akkor az ő naptárjukba ez meg fog jelenni. És nekik válaszolni is kell, vagy legalábbis illendő, hogy ott lesz, nem lesz ott, én mindesetre látni fogom, hogy mit válaszolt, vagy válaszolt erre. Látni fogom, hogy látta, és látni fogom, hogy hát erről nem válaszolt, vagy azt válaszolt, hogy ott lesz, vagy nem lesz ott. Tehát mindezeken túl, hogy egyébként így meg lehet hívni funkciókba embereket, mindenhez szinte lehet jogosultságot adni, hogy az én valamilyen dolgomban milyen joggal tud belenyúlni. Van benne egy fájlkezelő, ami gyakorlatilag a pendrive helyett lehet használni, egy saját háttér, hogyha nem szeretnénk mondjuk ilyen Google Drive szinten dolgozni, oda feltölthetjük a dolgainkat, letölthetjük, lehet ugye szavazást indítani, a tudástárat meséltem, hírszerkesztőt meséltem, van benne egy chat, őszintén szóval kutya nem használja, de lehetőségként benne van. No, hát van benne egy címjegyzék is. A címjegyzékhez be lehet tölteni személyes adatokat, föl lehet tölteni fényképet. Van például a könyvelő irodából, ott arra használják a címjegyzéket, hogy a saját címeken kívül ott tartják az összes ügyfél címét. Van benne vagy 900 valahány cím most, éppen belenéztem. Tehát ott, ha valamelyik ügyfélnek a címe kell, be tudnak oda menni, és ki tudják onnan nézni a címét, tudnak neki levelet, telefont, bármit intézni. A címjegyzékbe létre lehet hozni disztribúciós listákat is, tehát megtettem azt, hogyha gyakran írok leveleket a bizonyos csoportjainak a felhasználónak, akkor adok neki egy nevet, mit tudom én, sajtreszelők, és akkor a sajtreszelők disztribúciós listába beveszem azt az 5 embert, akik egyébként sajtot reszelnek egész nap, és akkor, hogyha nekik akarok levelet írni, kijelölöm, hogy címzett sajtreszelők, és akkor neki megy, és hát nekik elmegy a levél. De hát rengeteg ilyet lehet. Itt látható egy ilyen naptárbejegyzésre példa, ez is egy létező esemény egyébként, bekerült oda a naptárbejegyzés, megkapták, látható, hogy csoportok vannak, ugye ez 1.8-ban ez még gyönyörűen van, alsósok, felsősök, ez egy iskoláról beszélünk éppen, ahova meghívást kaptak, és akkor attól függően, hogy az illető látta és eljön, kap egy zöld pipát rá, hát az én nevem mellett egy ilyen zöld karika és piros pipa van, az jelenti, hogy talán ott lesz. Igyekszem mindig csak ilyen visszafogottan reagálni az ilyen naptárbejegyzésekre. Tehát ezt ugye nem én hoztam létre ezt a naptárbejegyzést, hanem én csak résztvevőként voltam ebben az eseményben benne. Itt látható a
a tudástár gyakorlatilag. Ide be lehet tenni kérdéseket, és a kérdésekhez lehet írni válaszcikkeket. És akkor ezt a problémát valakinél fölmerül, akkor csak bemegy a tudástárba, és megkeresi az adott témához tartozó cikket, és ott el tudja olvasni. Lehet a tudástárban keresni, ugye látható, lehet kategóriákat is csinálni, amivel lehet szűrni. Itt például van ilyen minősítés, munkaviszony, értekezlet, beszámoló kategória, és akkor lehet bennük böngészni. Oké. Nézzük ehhez képest, miben mutat mást ez a 14.3-as verzió. Hát ez így néz ki, egy modernebb felület, úgyhogy akinek ez fontos szempont, annak ez érdekes lehet. Ez egy másik rendszerben van, itt azért is húzgáltam ki a neveket, mert ez egy céges környezet. Gyakorlatilag így néz ki. A legnagyobb különbség az a levelező, az e-mail kliensében van. Ott jelentősek a változások, és az még egy fontos dolog, hogy amíg az 1.8-asban gyakorlatilag mindenre valamilyen menübe bele kellett menni, vagy valamit választani kellett, addig ebben a 14-es sorozatban rengeteg helyen működik a jobb gomb, és ha egy adott funkcióra jobb gombbal kattintunk, akkor ott rengeteg választási lehetőségünk van. Úgyhogy itt most így hirtelen sok képernyő van fönt, de az volt a lényeg, hogy itt azt mutattam meg, hogy egy beérkező levelet be tudok rögtön dobni az infologba, és gyakorlatilag ehhez az infologhoz aztán tudok prioritást adni, azt is tudom hozzátenni, hogy ennek az eseménynek milyen az állapota, ez egy folyamatban lévő ügy, éppen most 40%-on áll, tehát ha én elkezdek valamivel foglalkozni, aminek kapcsán egy e-mail-el nekem tennivalóm van, bedobom ebbe az infologba, látható típusnak e-mailt kiválasztottam, mert lehet telefonhívást, eseményt, ilyeneket kiválasztani, és gyakorlatilag tudok neki egy folyamatos követést biztosítani, hogy hol tart ez az ügy. Itt látható az, amit mondtam, hogy jobb egér gomba például a felhasználói csoportoknál is működik, ez az admin felület, tehát ez most a rendszergazda általi belépés, és hát itt van ez a bizonyos hiányzó menüpont, amit mondtam, hogy a kereskedelmi változatban van ez a csoport hozzáadása, és saját csoportot tudunk hozzáadni a 14.3-ban, ez a közösségi változatban nincs ez a menüpont, tehát az 1.8-asban meg lehetett bármennyit, ott az admin felületen egy ilyen menüpontban bármennyit lehet. Az 1.8-as továbbra is használható egyébként, tehát hogyha valakinek ez fontos, hogy legyen csoportja, akkor az 1.8-ast tudom ajánlani. Mert egyébként alapból csak egy ilyen default csoport van, meg admin csoport van, meg még egy csoport van. No, hát nézzük ennek a telepítését, hogyan lehet egy ilyet föltelepíteni. Én ilyen rendszereket Debianon üzemeltetek, gyakorlatilag szinte az összes szerverem, ami Linuxos, az Debian. A 6-oson és a 7-es Debianon néha voltak vele küzdelmek, a régebbieken még több küzdelem volt vele. Most a konferencia alkalmából egy virtuális gépen egy 8-ast legfrissebb legyen, arra csináltam egy telepítést. Hát erre vonatkozott ez a most már, gyakorlatilag a 8-as Debianra, mint késő vajon úgy lehet föltelepíteni az e-groupvert, tehát különösebb szakértelem nem kell hozzá, a legjobb ékes példa erre én vagyok, akinek sikerült ezt megcsinálnia. No, hát nézzük, én az 1.0-as változat óta használom, emlékeim szerint akkor a Debian Sarge volt, amivel ezt föltelepítettem, és amint mondtam, üzemeltetem Debian 6-on, ahhoz van csomag, Debian 7-hez is van csomag, és Debian 8-hoz is van csomag, ez jelenleg ugye csak tesztrendszer. Illetve van forrás is, onnan föl lehet telepíteni. Fanatikusok fölrakhatják forrásból. Én jártam úgy, hogy forrásból telepítettem. Ezt majd a szívások kategórián elmondom, hogy miért. Jelen pillanatban ezekhez a disztribúciókhoz van csomag. Tehát gyakorlatilag CentOS, Debian, Fedora, OpenSUSE, Red Hat, / Ubuntuhoz lehet letölteni csomagot. Úgyhogy gyakorlatilag ezeken a rendszereken problémamentesen is remélhetően könnyen föltelepíthető, én csak a Debianról tudok nyilatkozni, Debianon gyakorlatilag különösebb gond nélkül fölrakható. No, hát nézzük meg, hogy mégis mit kell ehhez tenni, hogy ez Debianon működjön. Bedugjuk a telepítőt, tolunk egy sima installt, rányomunk egy entert, és gyakorlatilag hagyjuk, hogy fölmenjen a rendszer, nincs szükség semmi egyébre, a szokásos rendszereszközöket kell becsillagozni, illetve az SSH szervert, ha szeretnénk távolra lépni a szervert, és ezt természetesen, hogy szeretnénk egyébként,
ez ugye független a Z-Groupware-től, de hát ha nem érünk el egy szervert, az nem sokat ér. Gyakorlatilag ennyit kell a Debianba alapból föltelepíteni, innentől fogva megvan az a rendszer, amire tudunk dolgozni. Na most itt ízlések és pofonok meg egyéni perverzió kérdése, hogy ki milyen levelező rendszert használ. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én igyekszem nem sokat változtatni azokon a rendszereken, amiket már ismerek, úgyhogy én például mindenhol Postfixet használok, és hát a legtöbb helyen Courier, bár most már van egy pár hely, ahol Dafkatot. Gyakorlatilag egy APT-get install, Postfix, Amavizdényú, Klamav, Courier, Imavs, Hamasaszin, MailDroppal, föl is kerül úgy, ahogy van az összes dolog, ami kell a levelezéshez. Ebben ugye akkor benne van egy víruskeresés, egy spam szűrés, egy SMTP-szerver, egy IMAP-szerver, és ugye egy kézbesítés. Ezzel meg is tudtuk a levelezést. Hát persze beállítani még be kell, de azt kell mondjam egyébként, hogy csak ilyen tesztelni akarjuk első körben lokálhoston, akkor gyakorlatilag az összes beállítás, ami van defaultban, az tökéletes. Tehát amikor megkérdezi a Postfix, hogy milyen kézbesítést kérünk, azt mondjuk, hogy local delivery, azt innentől fogva nem kell a config fájlokhoz nyúlni, egyetlen egy dolgot, a mail dirt kell beállítani, ugye, hogy mail dirben történjen meg a kézbesítés, ugye a mail dropon keresztül. Ez egy sor a config állományban, és innentől fogva a lokális gépen tudjuk tesztelni. Aztán, ha éles környezetbe akarjuk beüzemelni, az már egy másik történet. Az éles környezetbe akarjuk beüzemelni, akkor tudom ajánlani ezt a könyvecskét, amiben volt szerencsém magam is részt venni alkotóként. Ez egy ingyenesen letölthető könyvecske, amiben többek között megtaláljuk a Postfixnak, Klamavnak, stb. A beállítását. Tehát, hogyha valaki szeretné beállítani ezeket, akkor az összes beállításhoz kapcsolatos információt abban a könyvben magyar nyelven megtalálja. Jó, egyébként meg van rengeteg hogyan is a neten ezeknek a beállításairól, de ebben a könyvben ezt megtaláljuk. Oké, tehát a levelezés megvolt. Ugye, mivel ez egy webes csoportmunka, szükségünk van egy webszerverre, hát a webszervert PHP támogatással a második sornyi parancsal lehet fölrakni a gépre, ugye APT-get install, én az Apache-ra esküszöm, ki mit szeret, egy PHP peer, PHP sysinfo-t beírunk, onnantól fog a függőségben jön vele a libapatch mód, PHP 5 meg a PHP 5, azt viszi magával a függőségbe. Akarjuk, be is íratjuk, de föl fogja vinni. Azt mondja, hogy ezeket a csomagokat vinnem kell a függőségbe, és viszi föl. Oké. Ugye, mint itt alul olvasható is, használható ez ugye más levelező szerverekkel is. A Dafkáttal is használható. Ha például valaki szeretne vakáció üzenetet, hogy tudjanak a userek beállítani, akkor mindenképpen a Dafkátot ajánlom, hiszen ott a szíven keresztül be lehet állítani vakáció üzenetet, és akkor nem minket fognak a userek zaklatni, hogy na, állítsa majd be a vakációt. Most például az egyik rendszer, amit tavaly vettem át, és ott egy gyors fölraktam egy szervert, ott például ezzel a vakáció programmal volt eddig a vakáció, és most fog oda bekerülni azt, hogy akkor jó, akkor szívvel lesz, és akkor nem engem fognak zaklatni, hogy beállítsam a vakációt, hanem akkor ők a csoportmunkába be tudják állítani. Tehát, hogyha ilyen igény van, akkor viszont mindenképpen a Dafkátot ajánlom. Egy picit problémásabb beüzemelni, mint a Couriert, de lokálhoz kategóriában akkor sem, tehát csak tesztverzió, ott nincs vele gond. Éles környezetben egy kicsit többet kell vele dolgozni, mert a Courierben nagyjából csak meg kell adni egy interfészt, meg egy portot, aztán jó cakát megy kívülre is ugyanúgy. Itt egy picit többel a munka, de az sem vészes, és az is benne van a könyvben. POP3-mal nem működik. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy a leveleinket POP3-mal használjuk, az nem működik. Autentikálni tud egyébként POP3 a szerverből, de a leveleket csak IMAP-ban lehet tárolni. Jó. Nézzük tovább a telepítést. Ugye a telepítést, az, ha én azt javaslom, az a jó módszer. Szerintem az ember fölrak dolgokat, akkor rögtön tesztelje le, hogy működik-e. Akkor nincs belőle később szívás, hogy fölrakott már 6 másik dolgot, és vajon miért nem működik? Tehát alapszinten teszteljük le. Erre szerintem legjobb a telnet. Gyakorlatilag, hát majd úgyis fölkerül a konferencia oldalára, jobban látszódik a dolog, de gyakorlatilag a telnet 25-ös porttal le tudjuk tesztelni a SMTP-szervert, 143-assal az IMAP-ot, látszik, hogy milyen parancsokat adtam ki, ez majd fönt lesz, ezzel egyszer le tudjuk tesztelni, hogy működik-e. Ha működik az SMTP-szerver, működik az IMAP-szerver, akkor már olyan nagy baj nem lehet. Levelezés akkor már lesz. Utána érdemes leteszteni, hogy a PHP működik-e, ehhez érdemes a webszerver gyökérkönyvtárába egy fájlt létrehozni, PHP info, ennyi nagyjából a tartalma, és ha ez a fájlba, ez a tartalom belekerül, akkor ha elnavigálunk arra az oldalra,
akkor valami ilyesmit kell látjuk ugye a PHP verziót, meg hogy a dolog működik egyáltalán. Ha nem működik a PHP, már ne is menjünk tovább, nézzük meg, hogy miért nem működik. Ugyanez, hogy a levelezésre is vonatkozott, ha nem működik, ne is menjünk tovább, nézzük meg, miért nem működik. Na, ezek után, ha idáig eljutottunk, működik a levelezésünk, működik a webszerverünk, megy rajta a PHP, csodálatos. Most jön a harmadik lépés, az adatbázis szerver. Az eGroupware többféle adatbázis szervert támogat, én MySQL-t használok régóta, éppen ezért én a mai napig is MySQL-t használok. Amit az ember egyszer már kitalált, azt ne kelljen újból. Ezt egy apt-get install MySQL szerver parancsal föl lehet telepíteni. Nagyon fontos dolog, hogy a MySQL szerver telepítéskor kér tőlünk egy rendszergazdai jelszót, egy root jelszót. Olyat írjunk bele, amit tudni fogunk később is, mert meg kell adni az eGroupware-nél. Tehát ezt jegyezzük meg, vagy írjuk fel. Oké. Utána jön a telepítési forrás beállítása. Gyakorlatilag Debian 8-asra, ha ezt a parancsot beírjuk, akkor a source list, apt per source listba bekerül az eGroupware-nek a telepítési forrása. És látjuk, ez az, amit mondtam, hogy eGroupware kötőjel EPL list. Tehát ez ne legyen megtévesztő, ez nem a kereskedelmi változatnak a címe. Ezen a címen van, ez a neve, de innen a közösségi változat fog lejönni. Oké. Utána nagyon fontos még, hogy a végettel letöltsük a hozzátartozó kulcsot, különben reklamálni fog, hogy ez a telepítési forrás nem megfelelő, és hozzáadjuk a kulcsot apt-key-add-del, és gyakorlatilag ezzel elértük azt, hogy ebből a forrásból tudunk telepíteni. Tök jó. Most már tényleg csak az jön hátra, hogy telepítsünk, apt-get update-tel befrissítjük a listáinkat, és akkor attól függően, hogy mit szeretnénk föltelepíteni, az 1.8-as sorozathoz apt-get install eGroupware, a 14.3-as sorozathoz pedig ugye eGroupware kötőjel EPL-t kell választanunk, és gyakorlatilag az innentől fogva föl is telepedik. Itt látható, hogy ez mind a kettő ilyen metacsomag, itt az apt-search parancsal ezt kilistáztam, tehát látható, gyakorlatilag mind a kettő egy metacsomag, és látható, hogy a sima eGroupware-ben van az 1.8, és az EPL-ben pedig a 14.3. Döntöttünk. Gyakorlatilag, amikor elindítjuk ennek a telepítését, egy ilyen képernyőt kapunk. Itt az első lépés, hogy meg kell adni egy header adminnak a jelszavát. A header admin az ilyen nagyon alap beállításokért lesz felelős. Tehát ha a header nincs rendben, akkor gyakorlatilag be se tudunk majd lépni a webes felületére, hogy bármit konfiguráljunk. Úgyhogy adjunk meg neki egy jelszót, és jegyezzük meg, hogy mi ez a jelszó, és írjuk föl. Nem lesz sokszor szükségünk a header adminre, de amikor szükség van, akkor nagyon fontos lenne, hogy ez meglegyen. Oké. Aztán van még egy admin, amit meg kell adni. Ez pedig az az admin, aki az ilyen nagyon alap beállításoknál egy picikével komolyabb beállításokat tud elvégezni, majd látni fogjuk, miről beszélek. Ő már a webes felületen fog bejelentkezni, és ott tudja az ilyen nagyon alap beállításait, milyen alkalmazások legyenek például benne, hiszen nem szükséges nekünk mindegyiket föltelepíteni. Ha mondjuk nincs szükségünk a File Manager, akkor azt kivehetjük az alkalmazások közül. Jó, őt is mindenképpen jegyezzük föl. És gyakorlatilag most kérdezi a SQL szervernek a root jelszavát, tehát ha nem egyeztük meg, akkor az egy kellemetlen dolog, ha megegyeztük, akkor adjuk meg, hogy ki a MySQL-ünknek, én azt használtam, de Postgres-szel is működik, kinek mi a kedvence, adjuk meg a jelszavát. És gyakorlatilag ennyi az alaptelepítés, ezek után ő nagy büszkén kiírja, hogy készen vagyunk, és menjünk el a saját címünk, ugye, a localhost per eGroupware oldalra, és használjuk boldogan. Na, ez az, ami nem igaz. Tehát innentől fogva a dologban elég sok minden nem fog működni, nem oda kell elmenni, hanem az eGroupware után, a perjel után oda kell tenni egy per setupot, egy setupot, és ott tudunk belépni az ilyen beállító webes felületre, tehát ezt ne higgyük el, amit kiír. Jó? Tehát ez az, amikor még nincsen készen. Itt be is karikáztam pirossal, ott látható, hogy per setup, tehát ott kell kezdeni a pályafutásunkat. Ugye ez most localhost. Itt nem probléma, hogy HTTP-vel játszadozunk. Éles szervereknél természetesen HTTPS az igen melegen javasolt, és én mindig el szoktam ezeket dugni, tehát nem az alapértelmezett 443-as porton használom, hanem ezek elkerülnek valahova ilyen 45 000 valahányas portra, meg ilyenekre, tehát
PHP-be van, jobb az óvatosság, nem kell, hogy mindenki oda találjon, úgyis a cég dolgozóinak kell tudni, hol van, és idegeneknek nem szükséges, hogy oda kerüljön, tehát nem probléma, hogy más porton van. No, tehát itt látható a header admin is be tud jelentkezni ezen a felületen, meg ugye a config admin is. No, hát gyakorlatilag itt beléptünk, és itt, amit be is karikáztam, ez két nagyon fontos dolog. Az egyik az adatbázisnak, ez csak alá van húzva, az adatbázis mentésének a helye, tehát ide készíti a rendszeres backupot az adatbázisokról. A régebbi 1.8-as az nem tudott ilyet, arra volt saját scriptem, nem volt egy nagy történet, egy MySQL dump futott le éjszakánként. Ő már ide készít automatikusan, be is tudjuk állítani, milyen időközönként készítse. Hogyha szeretnénk a gépről lementeni, azt itt kell keresni. Jó, tehát innen mentsük el, bármi történt a gépünkkel, azt a könyvtárat menteni kell. És a másik könyvtár, ami fölötte van, ez a varlib, e-groupware, default files könyvtár, ide pedig a felhasználói fájlok kerülnek. Tehát föltölt valaki mondjuk a dokumentumtárba egy mellékletet, vagy föltölt a fájlkezelőbe egy mellékletet, vagy naptáreseményhez is lehet mellékletet föltölteni, bármit, egy dokumentumot. Azt mondják, hogy ott az értekezlet, holnap után kiskedden, hajnali 6 órakor, itt meg mellékelem hozzá a dokumentumot, ami benne van, ez benne van egy naptárbejegyzésben, fönt van a dokumentum, látja a dolgozó, hogy mit kell addig áttanulmányoznia. Egy szóval minden ilyen melléklet és fájl, az oda kerül. Úgyhogy ha ezt a két dolgot mentjük, akkor olyan nagy katasztrófa nem történhet, hiszen utána feltolunk egy telepítést, visszarakjuk ezt a kettőt, és meg lesz az adatbázis is, meg lesznek a fájlok is. Ha bármelyik a kettő közül hiányzik, az kellemetlen tud lenni. Na most ugye, mikből tud ez autentikálni? Nagyon sok mindenből tud. Tud például SQL-ből, tehát megtetjük azt, hogy a felhasználóink SQL-ben vannak. Tud LDAP-ból, tud úgynevezett mailt. Én ezt nagyon gyakran szoktam használni, ezt a mailt. Ugyanis levelező szerver így úgy is kell a gépen, akkor meg már minek görcsöljek LDAP-pal, meg ilyenekkel a felhasználók kapcsán. IMAP-ból és POP3-ból is tud autentikálni, tehát gyakorlatilag legegyszerűbb a saját IMAP szerverén keresztül autentikálja a felhasználókat. Illetve amit régebben is használtam, az SQL, hogy SQL-ben voltak a felhasználók, arról azért szoktam le, mert réges-rég ugye uncsi volt, hogy fölvettem a felhasználót, ugye a rendszerbe egyébként, plusz még itt beléptem a webes felületén, és akkor fölvettem ott is a felhasználót SQL-be. Na most erre csináltam scriptet, ahol beírtam egyszer a felhasználót, a felhasználót fölvette Sambába, mert ilyen komplet szerver volt, fölvette Sambába, meg fölvette az SQL-be is. Gyönyörűen ilyen működött, amíg az egyik frissítés után változtattak az adatbázis szerkezeten, és hát valahogy máshogy kezelt ezeket a felhasználói akuntokat. Fölvettem egy felhasználót, majd mentünk volna a csoportmunka oldalára, és crash, szét volt esve az egész, dobta a hibaüzenetet, mert ugye a scriptem tolta bele az adatbázisba, ő meg valamilyen más formát vált. Úgyhogy ettől nagyon gyorsan leszoktam, és azóta a mailt használom. De tud Active Directory-ban is autentikálni, megmondom őszintén, erre egyszer egy teljes órát szántam meg még egy felet, akkor nekem nem jött össze ennyi idő alatt, úgyhogy biztos működik, valószínűleg több időt kell a dologra rászánni, de még tud PAM-ból is, ugye azon keresztül meg aztán bármit tud, HTTP-n keresztül, NIS-en keresztül, mindenfélén keresztül tud autentikálni. No, itt van ez, amiről meséltem, hogy itt lehet beállítani az adatbázisoknak a mentését, hogy milyen gyakorin történjen az adatbázis, illetve akinek nem szimpatikus ez a webes felület, itt látható a MySQL dump-al történő adatbázis mentés, értelemszerűen a titok helyére az adatbázis szervernek a root jelszavát kell megadni, és akkor a megadott helyre elmenti. Látható, hogy ezt én a home per Samba alá szoktam menteni, mivel a home-ot úgyis mentem a rendszeren minden éjszaka, így aztán ez megy a mentéssel együtt bele. Tehát egy praktikus megoldás. Hát meg még ott naplózódik is, hogy mi történt vele, az egy másik történet. Jó, de aki szereti a Chili Willit, itt be tudja állítani. Oké, hát van egy ilyen menüpont, ott fönt bal oldalt, hát innen nézve bal oldalt, a második föntről van egy hogy telepítés ellenőrzése. Na arra rákattintunk, akkor jön az igazság pillanata, akkor derül ki, hogy igazándiból mi az, ami fönt van, mi az, ami jól van, mi az, ami nincs jól. Ami sárga, azzal nem kell foglalkozni, látható, hogy itt reklam, hogy nem lát Oracle adatbázist, Postgres adatbázist, persze, hogy nem lát, mert MySQL-el van megcsinálva. Tehát ez nem probléma. A zöld az a jó dolog, és hát a piros az, amivel foglalkozni kell. Gyakorlatilag a legtöbb piros esetén nem tudunk tovább menni,
Kivétel az, amit direkt ott benne hagytam, hogy a PHP init-be be kell állítani a dátum időzónát, ettől még tovább megy, de ezt azért állítsuk be. Tehát az jó, ha nem látunk pirosat, jó? Csak zöldeket látunk, és sárgákat látunk, és sárgát meg csak az ilyen egyéb adatbázis szervereknél. Ott látható MySQL-ez be van töltve, tehát Postgres, és ott jelzi sárgával. No, ha ez jó, akkor már nagy csoda nem történhet. Tehát ha ez lefutott, akkor végre megtörténhet az, hogy akkor megnézzük az alkalmazásokat. Hát itt vannak az alkalmazások, lehet őket eltávolítani, tehát látható, hogy minden funkció külön-külön ki lehet szedni. Belőle itt hozzá lehet adni, hogy mire van szükségünk. Tehát ha nincs szükségünk mondjuk a chatre, akkor azt nyugodtan ki lehet belőle szedni, minek növeljük vele a biztonsági kockázatot, hogy benne van. No, és akkor ezek után, ha ez is megvan, rendben vannak az adatbázisok, és ott is minden zöld volt, na akkor végre tényleg mehetünk a bejelentkezési oldalra, és akkor elérkeztünk a bejelentkezési oldalra, ahol még mindig adminként lépjünk be először, és látod, ez az admin felhasználónak a bejelentkezési oldala, így gyakorlatilag föl tudjuk venni már a felhasználókat, be tudjuk őket tenni csoportba, tudjuk az egyes alkalmazásokat állítgatni. Tehát itt tudjuk beállítani azt, hogy melyik alkalmazás, hogy hogyan működjön egyáltalán. Jó, tehát most határozottan adminként léptünk be, ott van user admin. És ide fogunk majd ebbe a felületbe ugye felhasználóként is belépni, de addig nem tudunk, amíg ugye nincs felhasználónk. Hát vagy itt fölvéve, vagy máshol. Oké, hát ezzel az admin felületem igazándiból a site-ot is be tudjuk állítani, itt tudjuk beállítani, mi jelenjen meg ugye. Be tudunk rakni céges logót, hogyha szeretik, hogy a saját cég logó jelenjen meg, azt is itt tudjuk beállítani, mi a céges logó, milyen felirat, hogy jelenjenek meg a nevek, first name, last name, milyen sorrendben jelenjenek meg. Tehát egy alapbeállításokat itt tudunk adni a site-unknak. És aztán itt van egy nagyon fontos pont, ez éppen a naptárnál mutatom, mert ezt minden alkalmazáshoz meg lehet csinálni. Megadhatok default értéket, meg megadhatok force értéket. A default érték esetén ugye a felhasználó ezt az alapbeállítást kapja, például azt, hogy mikor ér véget a munkanap, mikor kezdődik. Ugye naptárnál ez mondjuk érdekes, ugye munkaidő kezdete 9 óra, nap vége 18. De ez csak egy default érték, ezt ő el tudja magának tekergetni. Ha viszont azt mondom, hogy ezt a következő fülön állítom be a force értéken, akkor már nem tudja eltekergetni, akkor ha tetszik neki, hanem az az értéke, azt a viszontlátásra. Oké, na így néz ki a felhasználók fölvitele, meg kell adni egy felhasználónevet, nevet, jelszót, illetve meg tudjuk adni a csoportot, és itt még külön-külön, hogyha a csoport jogai nem tetszenek, akkor még be tudom pipálgatni az egyes alkalmazásokat neki, illetve ami probléma szokott lenni, az itt látható, ez a never, ez ugyanis alapból nincs bepipálva, és van egy lejárata a felhasználóknak, és akkor szokott csodálkozásni, az ember fölveszi, nincs bepipálva, eltelik egy hónap, és jön oda a felhasználó, nem tudok belépni, hosszú írod a jelszót, béna vagy, de nem, a helyzet az, hogy akkor nincs bepipálva ez. Jó, tehát erre figyeljünk, hogy ez be legyen pipálva. No, ez a 14-esnek az admin felülete, ugye az előző az 1.8-asnak volt az admin felülete, ez a 14-esé. Hát látható, hogy egy picikét testre szabtam a site-ot, hiszen ott az e-group felirat helyett egy arcképet tettem föl, nem Stalin elvtársról, hanem magamról, csak egy a személyi kultusz jegyében. Ez változott még jelentősen az 1.8-ashoz képest, tehát itt ilyen pontokban van ott szedve, és ott is egy csomó mindenre tudok jobb egérgombbal kattintgatni, és itt az a lényeg, hogy a jelentős eltérés még a 14-es, meg az 1.8-as felületében, hogy ilyen fülek jelennek meg. Tehát ha megnyitok egy alkalmazást, akkor ott fönt fülként jelenik, és amíg azt a fület nem zárom be, addig az ott elő van, tehát tudok lapozgatni a fülek között, amíg az 1.8-nál, ha rákattintottam egy alkalmazást, akkor az egész ablakot az az alkalmazást töltötte be. Ha rákattintottam egy másikra, kicserélte. Itt meg csak nyílik egy új fül. Tehát azért mondom, hogy a nagy csodák azért nincsenek a kettő között, ilyen design eltérések vannak. No, hát akkor nézzük, hogy milyen tapasztalatok, problémák, ötletek vannak ennek a telepítése kapcsán így az elmúlt 10 év táblatában. Hát az első, a legjobb tanácsom, hogy soha ne használjuk az oprendszerben lévő saját csomagokat. Ebből csúnya szívás tud lenni. Annak idén a Debian Sarge-ban az 1.0-ás benne volt,
Ó, mondom, jaj, de jó, ott van DEV csomagban, nem kell forrásból letölteni, akkor még nem volt ilyen oldalról letölthető csomagok, hanem volt a forrás, meg volt a disztribúcióban lévő. Letöltöttem, fölraktam, 1.0, működött. Jött a disztupgrade, kiderült, hogy a következő Debian verzióban nincs benne, kivették. Ez elég kellemetlen helyzet volt, ekkor kellett fölraknom ugye forrásból, ott azért az egy hosszú éjszaka volt. Úgyhogy én azt mondom, hogy ilyet már ne csináljunk, ki tudja, hogy a következő verzióba belerakják-e, vagy nem rakják bele, használjuk azt, ami ott van. Disztábréd előtt mindig legyen egy friss adatbázis mentésünk róla. Hogyha, és ez nem csak disztábréd előtt igaz, hanem hogyha frissítgetjük az e-groupvert ettől függetlenül is. Régebben akkor volt gond, amikor átálltam a 8852-ös karakterkódolásra az UTF-8-ra, ott azért érdekes dolgok voltak az adatbázis konvertálásnál, és most is volt a most is volt egy frissítésnél ezzel gond, hogy egyszerűen azt mondta, hogy azt az adatbázist, amit ő tartalmaz, azt nem szereti. Volt rajta, hogy akkor nyomja egy frissítést, azt megnyomtuk, azzal nem történt semmi, de hát szerencsére nekem van mentésem, úgyhogy abból a mentésből vissza tudtam tolni. Lehetett volna egyébként azt is csinálni, hogy a MySQL dumpal, aki dumpolt adatbázist visszatöltöm bele, mert ilyenkor egyébként webes felületen lehet kattingatni, na a webes kattingatás nem jött össze, tehát azt nem ette meg egyszerűen, tehát visszatölthettem volna a kidámpolt adatbázist, én egyszerűbbet választottam, ne tegyünk egyébként ilyet, nekem még ott volt a rendszerről mentés, és a bináris fájlokat másoltam vissza, ugye azért dámpolunk, hogy ne használjuk a bináris, de fogtam, előtte úgyis láttam az adatbázist, történt egy adatbázis látás, és a bináris fájlokat is elmentettem, soha nem lehet tudni alapon, utána egy pillanat alatt visszamásoltam, és működött. Szóval legyen. És akkor már ő maga átkonvertálta, hogy miért nem szerette az előtte lévő saját adatbázisát, ez egy jó kérdés. És aztán szintén van itt egy ilyen misztikus történet, ez a PHP peer csomaggal kapcsolatos. Ugye alapból, hogyha ezt a PHP peer csomagot mi nem telepítjük föl, ugye Debianban benne van, de nem telepítjük föl, nem probléma, mert amikor az e-groupware telepítjük, a függőségként hozza magával. Viszont igazániból erre még nem jöttem rá, hogy random frissítéseknél innentől fogva több órás szívás következik, mert mindig panaszkodik annál a telepítés ellenőrzésénél, hogy nem találja a PHP peer csomagot. Fönt van, látható, minden megvan, befrissíti az ember, Istennek sem működik. Aztán rájöttem egy idő után a tanulság az, eltávolítjuk az e-groupvert, visszarakjuk a PHP peert előbb. Szóval a lényeg, ha nem akarunk szívni, akkor tegyük fel a PHP peer csomagot előbb kézzel, ne hagyjuk, hogy függőségként hozza magával az e-groupvert, és utána már föl fog menni az e-groupvert gond nélkül. Jó, tehát erre figyeljünk, hogy mi rakjuk fel a PHP peer csomagot. Lehet, hogy most már ilyen gond nincs vele, de én most már frissítéseket mindig így csinálom. Túl sok éjszaka ment el ilyenekkel disztábrédni, amikor az embernek amúgy is annyi minden változik a szerveren, 28 adalangú kérdés, hogy és egyébként ezzel mi van. Mert hogy általában a legtöbb szerverem az ilyen minden szerver, tehát van rajta Samba, levelezés, tehát egy ilyen disztábgréd az mindig egy ilyen iszonyú veszőfutás, mert rengeteg minden változik. Jó, tehát erre figyeljünk. Ugye, amit még elmondanék, ez a date time zone ugye a PHP-ben, tehát Európer Budapestet állítsunk be, és akkor el fog tűnni ez a kis piros X, látható, hogy hol van ennek a helye. LTC PHP 5, Apache 2, PHP Inibes beállítjuk, és nem lesz vele problémánk. Na most az Apache-hoz kapunk egy, az e-groupware-hez kapunk egy beállító állományt az Apache-hoz, ami használható. Gyakorlatilag ez itt látható, ez be is kerül a site enable-be, e-groupware conf néven. Tehát az Apache ez alapján szolgálja ki azt a könyvtárat, amiben az e-groupware van. Tehát igazániból, hogyha ezt fölrakjuk az e-groupvert, nekünk az Apache-on nem sok mindent kell tekergetni, kivéve ha SSL-t akarunk, amit azért javaslok, de egyébként sok tennivaló nincsen vele. Most már ebben benne vannak ilyenek, hogy mekkora a maximális feltetető file méret, postmax size, ilyenek. Régebben ez nem volt benne, tehát régebben ezeket is be kellett állítani, de ha nem felelnek meg ezek az értékek, akkor itt lehet őket tekergetni, hogyha nagyobb fájlokat szeretnénk, hogy föltöltsünk. Illetve egy nagyon fontos, ez a base dir. Ugye itt tudjuk megadni, hogy a PHP-nek milyen könyvtárak fölött van gyakorlatilag joga, úgymond. Erre figyeljünk, hogy itt csak azok a könyvtárak legyenek, amikben tényleg van keresnivalója. Hát alapból az e-groupware saját magát beállítja, ahogy kell, de ezt mindig ellenőrizzük. Ahol nincs a PHP-nak dolga, arra legyen joga arra a könyvtárra. Jó, hát ugye ez az, amit meséltem, hogy néha változik az adatbázis
felépítése, tehát emiatt ilyen saját skripteket nem javaslok, próbáljuk használni. No, hát hol kaphatunk segítségeket? És egész jól tartom az időt, mert mostantól indult az 5 perc késés. Most vagyunk 45-nél, és az 5 percbe bele fogok férni. Remélem. Hát először is az eGrouper oldalán kaphatunk segítséget. Van egy demo oldal, ahol be tudunk lépni, és ki tudjuk próbálni. Tehát anélkül, hogy telepítenék, meg tudjuk nézni. Van egy ilyen 30 napos triál felhőváltozat, ahol nem csak demo felhasználóként tudunk belépni, hanem létre tudjuk hozni a saját oldalunkat, azt teljesen át tudjuk konfigurálni, céglogó, felhasználókat föl tudunk belevenni. Tehát az teljesen úgy működik, mint a sajátunk. Tehát az elsőben csak demo userként tudunk belépni, és mindenki oda szemetel és látjuk, hogy milyen hőségeket írkált be. Ez a második, ez teljesen a sajátunk. És ott ugye a harmadik lehetőség, innen lehet letölteni ugye a közösségi változatot, de ez ott benne volt már a source listos dologban is. Oké, hát vannak erről magyar nyelvű YouTube videók is, ezeket én voltam, aki elkövette, úgyhogy YouTube-ba keresőszóként eGrouper Rózsár Gábort beírjuk, akkor hozzáférünk ezekhez. Gyakorlatilag itt a funkciókról kapunk egy-egy ilyen változó hosszú videót, valami csak 10 perces, valami 25 perces, az a leghosszabb egyébként, ez a levélküldés, címjegyzék, disztribúciós lista, ez ilyen 22-23 perces, a többi az mind rövidebb ennél. Gyakorlatilag ez a felhasználóknak odaadható, nézegethető, egy-egy funkció. Nem tudod, hogy hogyan kell disztribúciós listát létrehozni? Nézd meg azt a videót, azt benne van. Nem tudod, hogyan kell naptárbejegyzést csinálni? Nézd meg azt a videót, azt benne van. Tehát igazándiból ezzel a userek képzése az használható, és fölkerült egy friss videó is. Ez a 14-es 3 összehasonlítás az 1.8-assal, tehát ez az egyetlen egy, ami nem tematikus videó, hanem gyorsan végignézzük benne, hogy mi a különbség. De a 14-esből pont azért nem csináltam az alkalmazásokról videót, mert tök ugyanúgy működnek. Jó, fülön jelenik meg, nem egész oldalon, de igazándiból ugyanaz a naptár, ugyanaz a levelezés. A levelezésben van eltérés, az ebben a videóban kivesélésekről a különbségnél. A többiben nincs jelentős eltérés, ugyanúgy működik. Tehát aki egyszer ráérzett az ízére, az ráérez a dolog logikájára. Oké, hát ugye ez az az Active Sync, amit mondtam, hogy ez a fizetős változatban ugye működik. Hát ez a felhő, amiben csináltam, mert én nekem nincs megvásárolt fizetős eGrouperem, de a felhő az ugye az a teljes jogú változat, és ott működik, tehát ott ki lehetett próbálni. Itt éppen egy Windows Phone-nal van, itt összeszinkronizálva, és megjelent a naptár esemény. Erről a oda beírt naptár esemény megjelent a telefonban, sőt a telefonban válaszoltam rá, hogy részt veszek benne, és az ott megjelent a naptárban. És van, aki el is olvasta, így van. Jó, van-e bárkinek bármi nemű kérdése?